Szóba úrnő utolsó üzenete Pierre Vidal trubadúrhoz, hogy az egyszerű népnyelvén enkezével írta a szalonképes változat. Eredj, kedves kis szerelmes lovag, kövesd az udvarlós protokoll. S vadonomban érezd jól magad, ne félj, ha éjjel kudikrikol. Húzd fel a hímfarkas bőrét kedvemért, a meszhez gyártsál karmokat. Werther és a Farkas címmel tartott új bemutatót a Pécsi Janus Egyetemi Színház. A darabot Tóth András Ernő rendezésében láthatja a közönség. A Goethe műve alapján írt 8 szereplős előadás egy nem mindennapi színmű. Az ifjú Werther szenvedései, vagy a Werther szerelme és halála, az egy Goethe regény, egy levélregény, ami azt jelenti, hogy úgy van megírva, hogy amiket a Werther írt, leveleket egy képzeletbeli barátjának, vagy nem a barát igazi, csak a történet szempontjából, a Wilhelmnek, úgy van elmesélve a regény. Tehát csak a Werther nézőpontját ismerjük, illetve a Wilhelm válaszaiból tudunk meg dolgokat. És ez a regény formája, a történet pedig annyi, hogy Werther egy ilyen nagyon megértetlen művészlélek, akinek van egy blokkja, és nem tud éppen alkotni, rajzolva egyébként, és ezért így vidékre költözik, barátai tanácsára, meg a családjáira, és ott beleszeret egy nőbe, akinek már nem férje van, hanem jegyese van, és hát a kor miatt meg minden, ugye ez lehetetlen, hogy ők összejöjjenek, és azt nem is tudjuk, hogy ez a nő szerelmes-e belé, meg hogy a férjébe szerelmes egyáltalán, de a lényeg, hogy a Werther halálosan szerelmes lesz belé, de nem kaphatja meg, és nem tudja magát túltenni ezen a problémán, és végül végez magával. Mivel egy levélregény feldolgozásáról beszélünk, korán sem hasonlít a cselekmény más színpadi darabokhoz. Menni vagy nem menni, de nem tudtam nem kimutatni, hogy mennyire szereti. Ezt végül is el is vártam tőle, hiszen Lotte... Ugyanakkor úgy gondolta, hogy Lotte-nak melletted boldog élete lehet. Albert rendszeretet és ügyintéző szorgalom dolgában verhetetlen, biztosan takaros jövedelmi hivatal kap a választ. Álljon meg a menet! Nem sok minden történik a regényben. A legtöbb levél arról szól, hogy a Werther mit érez. És hát ő rengeteg mindent érez egyébként, leginkább negatív dolgokat, nagyon sokat sír egyébként a regényben, szinte máshogy csinál, de általában csak meglátom, hogy elérzékenyül és azért. És ezért nem sok minden történik. Ami történik, azt megmutatjuk a darabban, mert van például egy ilyen bál a Lottéknél, ahol van egy vihar, ami egy ilyen fontos jelenet, meg még van egy nagyon fontos beszélgetés a Werther és a Lotte jegyese az Albert között, ami így az öngyilkosságról, meg az ő pisztolyéről szól, és ezek benne vannak. De ezen kívül a keret, amiben a történet zajlik, az az, hogy mi, mint színészek beszélünk arról, hogy ezt el akarjuk játszani, és hogyan lehet megfogni, honnan lehet megközelíteni, milyen aspektusai vannak, és ezeket mutatjuk meg, és akkor bizonyos pontokba pedig be van fűzve maga a történet. Ágnes, tartózkodsz. Mit csináljam? Oké, aki szerint a szenvedélyes vagy, szerelem a fontos. Ágnes, tartózkodom. Miért, mit csinálj? Haber Krisztián játssza a címszereplőt, azonban itt is, akár csak a cselekmény esetében, bonyolult a karaktere. Egyrészt azért is, mert ugye én technikailag nem Werthert játszom, hanem Wilhelmet, akinek a leveleket írta, és Wilhelm, mivel ő tudja, hogy Werther mit érzett, mert neki írta meg a leveleket, ezért aztán Wilhelm alakítja Werthert. És azért egy ilyen furcsa, van rajta egy ilyen furcsa extra réteg, amit igazából elég nehéz megjeleníteni, de azért próbálkozunk. És vannak részei Werthernek, amikkel könnyen tudtam azonosulni, de a nagy részével nehezen, mert Werther is egy olyan figura, hogy ilyen egyedül a világ ellen, és hogy őt soha nem érti meg senki, és igazából ezen küzd egész életében, hogy csak legyen valaki, aki megérti őt, és nincs egyébként a történetben, és én ebben a tekintetben szerencsésebb vagyok, illetve ami nehéz volt nagyon, hogy én nem vagyok annyira lobbanékony, mint a Werther. Mert a Werthernek elég egy pici szikra, és egyből robban, jó vagy rossz irányba, egyből kiabál a barátaival, vagy egyből elkezd mesélni valamiről, amivel nagyon szenvedélyes, és én ennél sokkal visszafogottabb vagyok a civil életben, úgyhogy emiatt nehéz volt, de egy nagyon jó kihívás volt cserébe, mert mindig is, amikor még annó elindultam ezen a pályán, már akkor az apám mondta, hogy kíváncsi lesz, hogy én fogok-e tudni lobbanékony karaktereket játszani, mert hogy túl nyugodt vagyok. Ezt a nézők is eldönthetik, hiszen márciusban többször is színpadra viszik a Werther és a Farkas című művet a Janus Egyetemi Színházban.